Kádár Kálmán 6 évesen egy kéztörés miatt orvos javaslatára kezdett el uszodába járni. Azóta Románia egyik legjobb vízilabdázója lett. Gyerekként figyelemmel kísértem abban az időben, még a magyar válogatottak, mert nagyon sokat adták a tévébe. Szerettem volna oda kerülni, mint ők, hogy velük játszak esetleg, ellenük játszak esetleg. És én ezt egy sikernek élem meg, az, hogy már a magyar válogatottan is nagyon sokszor játszottam, de amellett még a szerbekkel, a horvátokkal, stb. Úgyhogy én ezt élem meg egy sikernek, hogy elértem azt, amit gyerekként kitűztem célul magam elé. Kádár Kálmánnak, a nagyváradi Digi Sportklub játékosának ez volt a 3. olimpiai selejtezője. Kálmánt kiskorom óta ismerem, együtt kezdtünk el vízilabdázni. Egy nagyon komoly, 100%-osan profi játékos, mindent a munkának köszönhet, mert mindig is jól dolgozott, meg keményen. Az, ahova ő jutott most, az csak annak köszönheti. A londoni nyári játékokra 5 utaznak Nagyváradról, közöttük Nikolaje Diakono is. Kálmán egy nagyon szigorú gyerek, edzik nagyon komolyan, és látszik, hogy edzik komolyan mindig a játékba. Dolgoztunk sok évet együtt is, most látszik az eredmény. Az olimpián való részvétel nagy eredmény úgy a váradiak, mint a román válogatott szempontjából. Nekünk nagyon-nagyon nehéz a sorsolásunk, tehát ugye Szerbia, Montenegro, Magyarország, USA, Angliával vagyunk egy csoportban, igazából olyan vérmeseményeink nem lehetnek, megpróbálunk azért mindenkinek megkeseríteni az életét, és lehet a legjobb eredményt elérni. A nagyváradi csapat az utóbbi években folyamatosan megnyerte a román bajnokságot. Edzőjük Tóth László, aki Magyarországról érkezett, többször is játszott Kádárral egy csapatban. Amikor együtt játszottunk, akkor ez azt jelentette, hogy mindent megtesz azért, hogy sikeresek legyünk. Tehát csak ez a fontos, nincs más, nem szórakozik, nem vonja el a figyelmét semmi arról, hogy amikor vízbe kell lenni, akkor meg kell csinálni a lehető legjobban. Most, hogy az edzője vagyok, ugyanezt tapasztalom csak a partról, hogy ugyanaz a mentalitása, tehát nem kopott az évek folyamán semmit, sem, ugyanúgy megtesz mindent. Kiváló csapatember, és mondom, minden edző ilyen játékosokat kíván magának. Kádár Kálmán 5 évig vízilabdázott külföldön, így magyarországi, olaszországi és spanyolországi kluboknál. Úgy éreztem, hogy egyre nehezebb külföldön játszani, egyre nehezebben viseltem el az egyedül létet, távol a családtól, az otthontól. Meg hát azért nem mindig csinálhatja azt az ember, amit szeretne ott kint. A másik oka az is volt, hogy idehaza pedig egy komoly csapat kezdett épülni. A srácok 1 évvel ezelőtt megnyerték itt a hazai bajnokságot. Az olimpián a legjobb 8 közé való jutás az erős mezőny miatt óriási eredmény lenne a román férfi vízilabda válogatott számára. Ennek ellenére Kádár és társai azt mondták, nyerni mennek Londonba.